Sziasztok, ez itt a Top Movies, azon belül is a februári mozivárok. Sok film jön a hónapban is, szóval nem is szaporítanám a szót, csapjunk is a lecsóba és nézzük, mi vár ránk februárban a mozikban. Február 5. A Matrix alkotóinak, a Wachowski fivéreknek legújabb látványfilmje, a Jupiter felemelkedés végre megérkezik. Régóta tologatják a bemutatót, és azért ez sok jót nem takar, de majd meglátjuk, mennyire lesz izgalmas Mila Kunis és Channing Tatum univerzális világ megmentése. Egy francia-olasz thriller az Esélylesők című film, amelyben egy biciklis cserbehagyásos gázolás van a középpontban. A film több szálon fut, háttérbe lappangó titkok és rejtélyek fényre derülnek, a gázolás minden résztvevő életét megváltoztatja. Angelina Jolie igaz történet egy olimpikon katona megpróbáltatásait meséli el nekünk a Rendíthetetlenben, aki 47 napig hánykolódik az óceánon, majd japán fogolytáborba kerül. A filmet a díjátadókról mellőzték, bár a fényképezést még így is Oscarra nominálták. Egy dán dráma, a Második esély című film, melyben egy rendőr szolgálat közben elrabol egy csecsemőt egy drogos pártól. Sajátjaként kezdi nevelni a gyereket, csak hogy idővel szembe kell néznie saját tetteivel, és mérlegelni kell, mi helyes és mi nem. Egy fiatal zenész megszeretné álmait valósítani, legendás és feledhetetlen dobossá szeretne válni. Csak hogy tehetségét először a kegyetlen módszereiről ismert tanárnak kell bizonyítani, és ez bizony nem kis feladat, vér és verejték kell hozzá. Ez a film pedig a sok Oscarra jelölt Whiplash. Február 12. P.S. I Love You írója jegyzi az Ahol a szivárvány véget ér forgatókönyvét, egy kedves kis romantikus filmnek tűnik szerelemről és együttlétről, a főszerepben Lily Collins-szal, hogy mennyire lesz humoros vagy inkább csak a romantika irányába tolódik majd, hát ezt meglátjuk, ha megnézzük. A Fehér árnyék egy albinó fiú menekülésének története, ugyanis rengetegen üldözik őt, mégpedig azért, mert úgy tartja a népit, hogy az albinók szervei varázserővel rendelkeznek, különösképpen a szívük. Hát érdekes és izgalmas filmdrámának tűnik. Az X-Men elsők és a Kick-Ass rendezője ismét egy igazi őrületet hoz el nekünk. Akciókémfilm paródia eleganciával és őrült vérengzéssel, a Kingsmanben Colin Firth gyilkolásain kívül találkozhatunk a mindig zseniális Michael Caine-nel, és az igencsak szórakoztató főgonosz megformáló Samuel L. Jacksonnal is. Humor és vér garantált. SpongeBob kimászik a tengerből és 3D verzióban támadja meg a rekeszizmokat, meg az éppadsejteket. A látvány elég fura és bizarr, biztos a film is az lesz, a rajongóknak tuti kihagyhatatlan. Aki meg nem rajongó, az saját felelősségre üljön csak be. Megérkezik a Szürke 50 árnyalata, és gondolom nagyon sokan várják már. Hogy mennyire lesz nyílt és bevállalós, azt hamarosan meglátjuk, biztos vagyok benne, hogy sokkal kevésbé, mint a könyv, de hát ki tudja. Lehet, hogy így is kapunk egy-két pervers dolgot, a könyvnek hatalmas kultusza van, hogy a filmnek is az lesz-e, hát sokan meg fogják nézni, az biztos. Február 19. Clint Eastwood szintén Oscarra jelölt filmje dübörög be hozzánk az amerikai mesterlövész képében, Chris Kyle, Amerika hősi mesterlövészének történetét mondja el a nagyöreg, Bradley Cooper játssza a legendás katonát, igazi háborús, amerikaias, katonás, akciós dráma. Folytatódik a Fekete ruhásnő. Az első része egy egészen meglepő, kellemes kis horror volt Daniel Radcliffe Potterrel a főszerepben, a másodikban nyilván nem ő tér vissza a rendezői súly, és a kinti fogadtatás is mondjuk úgy nem volt túl jó, sőt, hát majd meglátjuk. Ötnős férfi kélakot kölcsönöz ki a Kélak című thrillerben, egyszer csak egy női hulla kerül a képbe, mindenki gyanúsít mindenkit, az életük pedig szépen elkezd összeomlani. A kérdés, egyikük a gyilkos, vagy valaki kibabrál velük? Erre fogunk választ kapni, ha megnézzük. Liza a Róka tündér is belibben a mozikba, érdekesnek tűnő magyar alkotásnak látszik, aztán hogy mennyire lesz az eme japán kultúrával átszúrt történet az, az majd kiderül, a trélelek alapján egy kicsit ilyen Wes Andersonos és Jean-Pierre Junet-re hajazó látványvilágot fogunk kapni, hát akár meg jó is lehet. Reese Witherspoon begyalogol a mozikba is a Vadon című filmben, a Mielőtt meghaltam rendezőjének új filmében Dr. Sussi Oscar jelölésig túrázta magát, hogy ebből a témából mit hoztak egy kétórás film erejéig, azt majd meglátjuk. Február 26. Egy olasz-svájci-német filmdráma, a Csodák című alkotás, rendezője Alice Rohrwacher Kahnba megkapta a zsűri nagydíját, a film egy lány, Gelsomina és Hugai életét meséli el, akik egy furcsa családban és egy meglehetősen furcsa közösségben élnek.
A Tapló télapú, az I Love You Philip Morris és az Őrült Iris szerelem rendező párosa most Will Smith-szel dolgozott. A Fókusz című film egy simlis csávóról szól, nagy átverésekről és balhékról, Smith mellett pedig társnőjének az a Margot Robbie kapott szerepet, aki már sok mindent megmutatott magából, a Wall Street farkasában például. Egy magyar-norvég dokumentumfilm érkezik az 1989 Határon című film személyében. Magyarország 88 végére csőcélére jut, egy fiatal közgazdászt, Németh Miklós tesznek meg bábminiszternek az ország élére, hogy időt nyerjenek, még jobb lesz minden, aztán majd megszabaduljanak tőle, csak hogy Németh Miklós máshogy vélekedett, lehullott a vaksfüggöny és kialakult a köztársaság. Furcsán érdekes animációs film érkezik, egy Kemény tojás bosszúja címmel. Ráadásul ez egy magyar alkotás, animáció szempontból azért ne várjunk egy Pixar szintet, de hát a vicces és szórakoztató forgatókönyvvel sikerül ezt ellensúlyozniuk, a rendőrfilm zsáner paródia alap minden esetre biztató kezdet. A Wallace és Gromit kiagyalóitól kapjuk meg hónap végére a Sauna bárányt, amely az előtthöz hasonlóan gyurmafilm lesz, angol humor garantált, és ha egy kicsit is hasonlít majd a Wallace és Gromithoz, akkor egy izgalmas gyurma nyájkalandot láthatunk akár. Nos, ezek lesznek a februári filmek, írjátok majd meg, hogy miket akartok megnézni, miket fogtok, esetleg mi az, ami egyáltalán nem vonz, mi az, amire biztos beültök. Hát én köszönöm, hogy meghallgattatok, nagyon jó mozizást kívánok mindenkinek, és természetesen jó szórakozást hozzá. Sziasztok! Your ballroom days are...